Igen fogok halni. No, az én nem akarom. Várj, XP, várjál! Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Na, srácok, fel is töltöttem itt nagyba a videót, amit tegnap láttatok, látjátok itt van a kis helyem is. Hát akkor sziasztok, srácok! Kormi is here, megint eljöttem vele hozzátok egy újabb videóval, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mert először is megnyitom a saját éttermet. A faluban ez az egyetlen étterem lesz, srácok, és rengeteg pénzt fogok keresni, halat is tudok majd magamnak venni. Szóval nézzétek meg, hogy milyen menő éttermet építettem. Én ott is van az a szép piros az enyém, és nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, mert én minden falusi abban az étteremben fog menni kajálni, mert ugye már csak itt tudnak konkrétan kajálni, és milliómos leszek, nagyon-nagyon jó lesz. Szóval, hogyha tényleg is érdekel ez a videó, akkor csapass meg egy hatalmas egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt sem felejtsétek el megnyomni, ugyanis azon engem nagyon-nagyon tudtok támogatni, ezért ne felejtsétek el, vannak X-Printer termékek link a leírásba, pulcsi mögre társakok, jó, és még 100 brutálisan jó minőségű termék link a leírásba. Ez mi? Mi ez a ház? Ne, srácok! Ez egy másik étterem! Épült mellém egy másik étterem! Ne, srácok, akkor kevesebb vevőm lesz, nem fog annyi pénzt keresni, ki ez az étterem? És pont ugyanúgy néz ki, mint az enyém! Pont ugyanúgy, ki ez az étterem? Hagyném! Ki? XP. Hello? Ez a te éttermed? Épített? Szia, Korni! Na, konkrétan, mellém épített egy pont ugyanilyen éttermet, mint az enyém? Miért? Miért tetted ezt? Hát tudod, hogy én most pénzt akarok keresni azzal, hogy árulom az ételt, meg ilyesére, tehát te építesz egy pont ugyanilyen éttermet mellém? Én is. Na jó, ez nem. Többit? Nem érdekel. Nálam úgyis több vevő lesz az étterem, ez béna, nagyon-nagyon béna néz ki. Hogy néz ki, úristen, fúj, hagyjál is békén, fúj, menj innen. Ha, srácok, nem is érdekel. Nézzek meg, az enyém sokkal jobban néz ki, igaz, hogy majdnem ugyanaz, de azért mégis csak jobban néz ki. Na, srácok, meg is nyitom az éttermet, ki is nyitom az ajtót, jöhetnek a vendégek. És hát igazából nézzétek meg, én már itt nagyban elkészítem a kajákat, itt a torta, itt van minden. Szeretjátok, itt van minden, itt van csomó mindenféle kaja. Lássátok, srácok, például nem tudom, most hogy mutassam meg nektek, hogy milyenek vannak. Kirakom az asztalra őket konkrétan. Figyeljétek, van tej, van, mi van még itt ilyen, cukorka, itt is van egy kis cukorka, meg itt is van ilyen burgonya, még több torta, egy kis, mi van, bor is van, szóval, ja, itt biztos rengeteg vevő fog enni, már csak várnunk kell. Aj, srácok, majd órája itt várok, konkrétan már minden kaja szinte kihűl, de egyetlen egy vevőségét, pedig olyan menő éttermet hitottam, nem srácok? Csapastok egy lájkot, hogyha szerintetek is menő az étterem, mert most nagyon-nagyon szomorú vagyok. Nézzük meg közben, hogy XP étterme hogy halad, biztos ő is nagyon bénánál, és egy vevője sincsen, és nagyon-nagyon remélem. Nézzünk csak be! Úristen! Azt a mindenit mennyi falusi meg izé jött ide kajálni! És mik ezek a kaják, az övék sokkal jobbak. Hello XP, hogy megy az üzlet? Hogy megy? Megyeget? Vagy nem tudom, mennyi pénzt kerestél már? Elmondod, légy, már ilyen nagy barátok vagyunk meg ilyenek? Szia, nagyon jól. Értem, mennyi, hány vásárló volt csak ma? Hány vásárló volt? Ezt én akarom tudni, mert látom, most azért jó sokan vannak bent. Mindenki veszi a tortát, meg iszza az üdítőt, szóval elég durván megy. 46-an? Nekem is, azért inkább 50-70-80-100 körül is volt, szóval ja, nem állsz olyan rosszul. Gratulálok, hát azért nekem jobban megy az üzlet. Aj, srácok, nem már. Egy vevő sem volt nálam, meg 46 volt. Hát ő biztos nagyon-nagyon gazdag, de az én éttermem is pont ugyanolyan jó, azt nem viszem el. Na jó, van egy ötletem. Ha az én éttermemben nem jönnek ilyen sokan, akkor most biztos, hogy van egy ötletem, srácok. Kicsikét megnehezítjük XP dolgát. Figyeljétek meg, srácok, hogy mit fogok most csinálni. Ez egy kicsit gonosz lesz, de nekem nagyon-nagyon kell az a sok hal, illetve az a sok pénz. Szóval most kicsikét. Hát, hogy mondjam, csalunk, nem tudom, hogy ez szép dolog-e, de muszáj megtennem, srácok. Úgyis már elég vásárolja volt XP-ek, most már nekem is járt pár darab. Szóval figyeljétek meg, most mit fogok csinálni. Így, mit csinálunk szépen egy táblát, pont arra van szükségünk. Így, mi egy gyönyörűséges tábla, és szépen odalopózunk, hogy egy XP ne vegye észre, figyeljétek meg, srácok. És kiírunk egy elég csúnya dolgot, figyeljétek. Így ide kilopózunk, így. Figyeljétek. Így, jól van, nézzétek meg, srácok, nézzétek meg! És most figyeljétek meg, gyorsan elmegyünk, és már csak annyi a dolgunk, hogy várni kell, és figyeljétek meg, és ide meg kírjuk, hogy a legjobb
étterem. Így is, srácok, most már csak annyit kell tennünk, hogy várunk, és más 1 millió vevő lesz, higgyétek el. Nagyon-nagyon jó lesz. Úgy, srácok, itt sül a torta, gyorsan közben itt beszállítom ki ezt a tortát is. Készítek el, srácok, eldeszkodom megint egy óra, és már rengeteg-rengeteg vevő van, nézzétek meg, egyből beindult az ötlet magának, így ugye már ez a torta, ha jól emlékszem, parancsoljon, ön megrendelt ezt a békönt, ugye? Itt is van, jó, srácok, rengeteg vevő van, ó, szia XP, hello. Látod, milyen jól megy nekem is az üzlet? Tele vagyunk konkrétan, alig van szabad időm, de azért szívesen beszélgetek mégis veled. Tudom, hogy te voltál. Mire gondolsz, XP? Nem tudom, miről van szó. Én csak vezetem a nagyon-nagyon jó, a legjobb éttermet a világon. Szóval nem tudom, miről beszélsz. Én csak így vagyok, itt el vagyok. Nagyba, szóval, ja. Látod, ezt a tortát is most készítettem, itt a tej. Itt van a bacon is, szóval, ja. Sütögetek éjjel-nappal, mert rengeteg van a táblád. Hát, nem tudom, miről beszélsz, az nem én voltam. Szerintem üsd ki, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tudom mit, oda megyek én, és én kiütöm neked, mert kedves macska vagyok. Aztán meglátjuk, hogy így kinek maradsz a bevője. Na, fogom, látod, kiütöm neked szívesen inni, és hát akkor meglátjuk, hogy kinek lesz több bevője. Aj, srácok, így, hogy kiütötte XP a táblát, és rájött, hogy mi voltunk, így megint nincs vevőm, de figyeljetek meg, hogy nála van. Igen, persze, ő megint tele van, nézzétek meg, srácok, tele van vendégekkel megint, tehát azt nem hiszem el. Tudjátok mit, nézzétek, van nálam egy romlott tojás. Van egy ötletem, rendelek XP-től valamit, mondjuk egy hamburgert, vagy valamit, kihozza nekem, és beledobom ezt a romlott tojást a hamburgerbe, és azt mondom, hogy hát itt romlott tojás szolgálnak fel, srácok, és akkor vevők ezt mind hallani fogják, és el fognak innen tűzni, jönnek az én éttermembe, ez a terv, szóval, ja. Menjünk szépen, így teljesen nem gyanúsan. Jó, sziasztok vevők, hello, bejzen az ajtót. Hello XP, szia, fiai! Kifogytam a kajából, nálam annyi vevő van, azért én viszont éhes vagyok, szóval nem tudom, de esetleg egy... Szia! Egy hamburgert adni, mert nagyon-nagyon megéheztem. Ide szépen le is ülök, jó? És akkor egy hamburgert szeretnék rendelni. Na, most kérem, ki fogja hozni. Ki hozza? Hozzá is. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól néz ki. Igen, és figyeljétek, srácok, hopp! Úristen! Ebben romlott tojás van, vendégek! XP, mi ez? Úristen, ott van benne egy romlott tojás! Hát ezt nem hiszem el! Látják, vevők, nézzétek, ott van benne egy romlott tojás! Nem én raktam bele! Hát szerintem nem tudom, pedig ott van, hát biztos nem én voltam, mert nem csak nem, hát ez undorító! El sem hiszem, és biztos is soha többet nem vásárolok itt! De mondjuk a szomszédban van egy nagyon-nagyon jó étterem, szóval ha úgy teszik gondolni a többi vevő, akkor nyugodtan! Bármikor át tudnak oda jönni hozzám, szóval ja, menjünk szépen rögtön oda át. Jó van, srácok, megint nagyon szépen beindult az üzlet, ahogy látjátok, rögtön ki is hozom a hamburgert, ebben nincs romlott tojás, gondolom azért kérte ön, nagyon-nagyon jól megy az üzlet. Úgy látom, hogy sorban az italautomat, hanem hogy bennünk kell még egyet. Oh, hello XP, hello, mit szeretné, mondjad. Nincs túl sok szabad helyünk, de azért mondjad gyorsan, mert sütnöm kell tovább a dolgokat, látod megint mennyivelünk van. Miért csinálod ezt velem? Azért, mert nekem is kell pénz, és az én ötletem volt az egész éttermes dolga, szóval konkrétan mellettem épp tesz egy pont ugyanilyen éttermet. Hát az nem volt szép dolog. Akkor? Mi akkor? Mi akkor? Mondjad, mi van akkor? Vevők? Mit akarsz? Nem, 50%-os kedvezény van! Ne, vevők, maradjatok! Ne, már mennek is át, Haj, srácok, megint teljesen üres az étterem, ezt nem hiszem el. Nézzétek meg! XP-nél már megint meg rengetegen vannak, nézzétek meg, ezt nem hiszem el. Na jó, az utolsó terv következik, srácok, végleg tönkretesszük XP-t. Hát figyeljétek meg, azért van pár dolg itt a kaja mellett a szekrényekben, figyeljétek meg. Én egy csákány, illetve egy öngyújtó. Na, most ásunk egy titkos alagutat szépen, így erre XP felé, aztán pedig meglepjük szépen őt, így, ha. Így van, most úgy látom pont kiment a konyhából, mindenki jó is fog jönni. Igen, nézzétek, itt vagyunk a szekrény alatt, nem is lát minket. Nem lát? Innen nem fog látni, ha bejön, ugye? Ha nem lát minket, figyeljétek meg. Igen, óvatosan meg kell gyújtani, ez nem sikerült. Gyerünk, gyújtotta meg, korba, au! Jó, ne, srácok, ne! Fáj, au, ne csinálja meg! Jó, oké. Ez mi ez a hang? Jó, már nem hallottam meg, most kiment? Gyorsan, figyeljétek! Gyorsan! Oké. Futás, visszaépítjük, és kívülről nézzük meg maximum ezt a földet, ezt elfedjük gyorsan, hogy ne is lássa. Így, biza! Nézzük meg kívülről! Gyönyörűsen lángol, nagyon jó, és így, hogy közön, ne! Hát ez van, most menjünk vissza az étterembe, és hát
Itt válik meg gyorsan, mi is itt el kell fednünk a lyukat, így né. Most az egész étteremet teljesen le fog égni, srácok, és már csak ez egy étterem lesz az egész faluba. Szóval, ja, milliómosak leszünk, srácok, ez van. Ez van, és meg is gyertek, nézzük meg, szétégett az egész. Jó van, már csak várnunk kell a vevőkre konkrétan, és meg is lesz minden, nagyon-nagyon boldog vagyok. Ó, itt van XP. Hello! Szia! Mit szerettél, mondjad, mi történt? Mesélj. Nem tudom, hát rengeteg bevő volt ma, szóval, ja, remélem nálad is tönkretettél. Ah, hogy érted? Jaj, az étterem, jó, láttam, hogy leégett, pedig biztos nem én voltam, hát elég szomorú, igen, elég szomorú történet. Hát ez van, sajnos, nem tudok mit tenni. És akkor most mi lesz? Nem tudom, végre elmész innen, és egyedül miattad nincs konyhám. Hát jó, hát az elég szomorú, igen. De hát akkor most gondolom elmész a faluból, és én leszek az egyedül éttermes macska itt az egész környéke, és rengeteg pénzem lesz, szóval, ja, ez így elég menő, mit nem mondjak. De gondolom, akkor szépen elmész addig, már nincs pénzem. Hát majd akkor gondolom máshonnan szerzel, csak még van, ilyen fogok halni. No, az én nem akarom. Várj, XP, várjál. Figyelj, mit szólna ahhoz, ha... Nyitnánk közösen egy éttervet, és feleznénk a pénzt, és így mindenkinek lenne pénze, és nem kéne versenyezzünk se. Mit szólsz ez a remek ötlet? Oké? Jó, hát akkor ez remek ötlet, akkor menjenek csak, egyesítjük is szépen az éttervet, és az egy közösségi termünk. Viszont ez a videó egyet valóra jön, tetszett srácok, ha igen, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok, és a csengőt sem felejtsétek el nyomni. Ugyanis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni, ne felejtsétek el valaki ismét a sárnékek, mint a lejjésre, és pulcsi, meg mindenféle ilyesmi. Viszont én Kormi voltam, a következő videóval találkozunk. Sziasztok!